tájékozódási pont lett a ma esti tüntetés a közéletben. Van, aki annak ellenére felszólal, hogy közben lényegében lefasisztázta a Jobbikot, van, aki annak ellenére nem megy, hogy eddig szinte minden tüntetésen ott volt, és olyan is van, aki az ellentüntetést választotta, mert nem lát különbséget a fideszes és a jobbikos korrupció között. Az ellentüntető Vágó Gábor. Erre szokták mondani, mondjuk a futballpályák környékén, hogy hangember. Mi? Jó estét kívánok. Hát nem volt ellentüntetni. Hát miféle dolog? Volt, ez bejelent egy ellentüntetés, és nem megy el. Voltam tüntetni, csak dolgoznom kellett közben, ezért nem ott tüntettem ellen. Mi értelme lett volna ott ellentüntetni? Igazából itt maga az ellentüntetés egy válasz arra, és nem is a helyben lévő ellentüntetés, hanem arra, hogy beszéljünk erről az egész diskurzusról, hogy érdemes-e kiállni egy olyan helyzetben a Jobbik mellett, amikor elég egyértelmű, hogy a pártállam által gyarmatosított, elméletileg az ellenőrzésre hivatott szervezetek megbénítják a demokráciát úgy, hogy valójában feltételezhetőleg maga az a gyakorlat, amit a Jobbik végzett, az is az eddig jól ismert korrupciós pártfinanszírozási modellbe illik bele. Szerintem tisztába kell tenni, hogy itt az igazi határvonal az a korrupt pártfinanszírozás és a tisztességes pártfinanszírozás között van, nem pedig egy Fidesz és az ellenzék határvonal. Van ma Magyarországon tisztességes pártfinanszírozás? Én azt hiszem, hogy van. Sőt, csak remélni tudom, hogy van. Mégis mindenki arról beszél, hogy na, de hát az összes párt. Az összes hát párt? Hát evidenciaként kezeli mindenki, nézze, hogy hát nyilván nem csak a Jobbik csinálja ezt, és nyilván nem csak a Fidesz csinálja ezt, hát nyilván az összes párt a mutyiban érdekelt, mert másképp nem jut pénzhez. Nálam alap az, hogy ott kezdődik a tisztesség, hogy megvan az átláthatóság. Aki nyílt kampányszámlátval működteti a kampányát, ott van egy olyan bizalmam, hogy ők nem akarnak mutyizni, nem akarnak mismásolni, mert ők kirakják az ablakba, hogy mit mire költenek. Van ilyen az LMP? Igen, illetve még annó még a Párbeszéd is ilyen. Gondolom, igen, ők most is valóban. De hogyha a Jobbik... Jó, akkor itt... legyenek ők két jó példa. Mind a kettő arra panaszkodik, hogy kevés a forrása. Igen. Lám. Hát tisztességesnek lenni ez. A Jobbik egy darabig nem panaszkodott rá, hogy kevés a forrása, a Fidesz meg már nagyon régóta nem panaszkodik ilyesmire, nyilván mindennek megvan az oka. Az MSZP meg csődbe ment szinte, és a pártszékház eladása mentette meg, hogy ne menjen csődbe a párt. Ez azt mutatja, hogy amikor valaki hatalomban van, akkor van pártfinanszírozás, amikor nincs hatalomban, akkor iszonyú nehéz. Jó, de ez a nehézségen nem úgy kell túl lenni, hogy a Fidesz módszereit vesszük át, és oligarchákhoz dörgölőzünk azért, hogy könnyebben tudjon a pártunk pénzhez jutni, és ugyanolyannál válunk végül is, mint a Fidesz, mert kiszolgáltat. Na de ha az oligarcha maga nem zavar, tehát hogyha az a tény nem zavar, hogy a korábbi fideszes oligarcha most minket támogat, akkor miért pont az zavarna, hogy pénzt ad? Hát nekem ez a problémám, ezért akartam az ellentüntetéssel fölhívni a figyelmet arra, hogy oligarchákhoz dörgölőző pártokat nem kell bevédeni. Ők magukat tették bele abba a kategóriába, ahol óhatatlanul nem szép dolog, hogy őket ahogy kicsinálják őket, de a büntetés az esetben, hogyha nem tisztességesen játszanak, akkor annak jogos. Jó, második fejezet következik. Vajon a Jobbikot védik-e azok a demokraták, akik úgy gondolják, hogy ilyen esetben akár a Jobbikot is érdemes megvédeni, mert nem a Jobbikról szól a dolog, nem. Hanem arról, hogy a rendszer kezd úgy működni, hogy bárki megfojtható két mondat, vagy két nap alatt. Igen, ebben az esetben én adok igazat azoknak, akik őknek számukra fontosabb a jogállam védelme, mint a kampányfinanszírozáshoz való ragaszkodás. Ezért is sajnáltam oly sokszor, hogy megint egy csomó düh indulat volt ezekben a vitákban, amik a Facebookon zajlottak. Nekem is komolyan próbára tette az adventi fogadalmamat ez a helyzet, hiszen az volt, hogy nem akarok dühből politizálni, és mégis olyan emberek, akikkel nap mint nap együtt dolgozom, ők a barátaim, és nem értünk egyet, és mi ott akkor vitatkoztunk kulturáltan, és ezt meg tudtuk beszélni, hogy nem értünk most egyet. De olyan emberek, akikkel nem vagyok ilyen szoros kapcsolatban, de ismerjük egymást, látható, hogy ők pedig indulattal reagáltak arra, hogy szerintem nem volna érdemes kimenni. És volt ez vice versa is. Szerintem az a legfontosabb, hogy fogadjuk el azt, hogy a másik másképpen gondolkodik egy demokratikus vitában. Ilyen furcsa, gyakorlatilag az MSZP-vel és a DK-val ért egyet egy ilyen
típusú vitában, ami hát korábban nem volt szokásos, és pont az LMP, amelyik a leginkább közel áll önhöz, mondta azt elsőként, hogy hát mi megyünk. Hát ez is mutatja azt, hogy nekem nem a párt szemüveg a legfontosabb, hanem minden egyes vitában én a saját véleményemet alakítom. Na jó, jön a harmadik fézet. Mit kell csinálni annak a baloldali pártnak, vagy baloldali szavazónak, aki látja azt, hogy itt a Jobbikot ütik, verik, bántják, mert elég nagyra nőtt, és közben láthatóan azokat az eszközöket használja, amiket jól ismert korábbi időszakából a Fidesz. És azt az embert használja, akit szintén jól ismert. Hogy kell ez viszonyulni? Mert valahogy nyilván kell. Óvatatlan. Itt azért van egy olyan prioritás, hogy ki tartja fontosabbnak a kormányváltást, és aki neki a kormányváltás az fontosabb, az lehet, hogy majd átszavaz a Jobbikos jelöltre. Csak azt a kérdés azért tegyük föl magunknak, hogy nehéz, fáradtságos, izzadságos munkával egy Orbánt kicserélünk egy Orbán kettőre, akkor mit érünk el vele? Megérte nekünk azért dolgozni, politizálni, harcolni, hogy így ugyanolyan rendszerbe egy nagyon hasonló embert tegyünk. Emlékszik arra, amikor Orbán Viktor arra a veszélyre, amit a szélsőjobbos Jobbik jelent, azt mondta, hogy majd elintézzük őket, két pofonnal hazaküldjük őket? De ez nem két pofon volt, hanem szépen lassan a Jobbik is fölvette az öltönyt, és nagyon hasonlóan kezdtek el működni. Na azt akartam ezzel kifelé csak kérdezni, hogy nem lehetséges az, hogy sokan úgy gondolják, hogy a Jobbik kezelhető? Pontosan ugyanezzel a logikával. Még kisebb, még nem nőtt akkorára, még nincsenek meg azok a forrásai, azok a gyökerei, nincsenek meg azok a beidegzettségei, mint a Fidesznél, a Jobbik kezelhetőbb ellenfél. Tehát a Jobbikkal összefogni a Fidesszel szemben még mindig jobb, mint hagyni, hogy a Fidesz maradjon. Természetes, csak utána ne az legyen, hogy a Jobbik nő nagyra, mert most a jelenlegi rendezvény ez a Jobbikot emelte pajzsra. De nem akkor emelte volna pajzsra, hogy több tízezer ember van? Hogyha ott egy akkora tömeg van, ami megmutatja azt, hogy a Jobbik, maga a Jobbik képes megmozdítani óriási tömeget a saját érdekében. De ez kétségtelen, hogy az abszolút siker lett volna, de így már maga ez is siker, hiszen azt mutatta volna Gábor, hogy ő képes momentumos LMP és Puzsér Robert gondolati körében lévő embereket is megszólítani. Mert ez utóbbi meglehetősen zavarosnak tűnt, hisz mindenki ellenség volt hirtelen. De ő így gondolkozik minden esetre. Szerintem az fontosabb, hogy föl kellene állítani egy olyan narratívát, egy olyan történetet, amelyben a baloldaliak tudják elgondolni saját maguk és Magyarország jövőjét, és nem a Jobbikban és Vona Gáborban bízni, hogy legyőzi Orbán Viktort, hanem megtalálni a saját erejüket, a saját hitüket, mert ami most van, hogy bízunk abban, hogy csak Vona kergesse el, az nettó kis hitűség. Önben van még erő? Van, sőt, egyre több, ahogy a düh csökken, úgy egyre több az erő, úgy érzem. Akkor ez a tanácsa is egyúttal, ne indulatból okosan. Ezt jól összefoglaltam. Ön meg rám hagyta. Így van. Köszönöm szépen. Én köszönöm.